16. század végén Kolozsvárot, Heltai Gáspár nyomdájában készült egy magyar nyelvű verses sorsvetőkönyvecske. A könyvnek az első lapjain pametszetű Fortunát láthatunk, és hogyha tovább lapozunk a könyvben, akkor 12 Szibillával is találkozunk. A 15. és a 16. század emberei nagyon jól ismerték a Szibilláknak a megváltóról szóló jóslatait. Ebben a könyvben viszont nem Krisztus eljöveteléről profétálnak, hanem az emberi élet jelentőségteljesebb vagy apró cseprő kérdéseire adnak válaszokat. Ez a könyvecske annyira közkedvelt volt, hogy a 18., a 19. és a 20. században is többször kiadták. Vessünk egy pillantást az egyik 19. századi kiadására, és próbáljuk ki, hogy hogyan működik ez a játék. Tegyünk fel egy kérdést. Például, hogyha valaki elveszett marháját, megtalálja-e? Látunk, hogy dobókockával kapunk két számot. Az egyik az 5-ös, a másik a 2-es. És az 5-ös és 2-es szám kombinációja azt mutatja nekünk, hogy menjünk a vidrához várójára. Tehát tovább megyünk a vidrához. És várója a Szibilla 35. verséhez irányít minket. És itt vagyunk a 4. Szibilla 35. versénél. Téle jó barátom a fáradtságról, mert nem viselsz gondot magadéról. Igen könnyen tehetsz fel a károdról, meg se emlékezzél veszett marhádról. Azok, akik szeretnék kipróbálni Fortunának a sorsvetőkönyvét, azokat szeretettel várjuk az Időarcai című kiállításunkon.